Már csak pár pillanat is kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Dávid Ferenc, a VOSZ főtitkára, és itt van velem Fazekas Ágnes, a Brajer Press főmunkatársa. Szép jó reggelt kívánok a hölgyeknek és az uraknak. Üdvözlöm a kedves nézőket, Brajer Péter vagyok. És akkor nézzük, hogy hol tartunk a naptárba. A Luacha zsinagógai naptár szerint 5778. Tisri hó 20. napja van, és még mindig ünnep van, Szukott, Moadim Leszimhá. És akkor nézzük, hogy akik a Gergely naptár szerint 2017. 10. hó 10-e van, és Ket, ha jól tudom. Szeretettel köszöntünk minden Gedeon utónevű nézőnket névnapjuk alkalmából. Az euró középárfolyama 311.81, ilyen kölcsön ma már ne vegyenek föl. Az angol font 348.58. Elnézést az időjárás jelentésről, akik lemaradtak. 5 és 17 Celsius fok között lesz az időjárás, Celsius akartam mondani. Öltözenek rétegesen, figyeljenek azért oda a folyadékháztartásukra, és akkor is fogyasszanak folyadékot, hogyha nem szomjasok. Ezek a jó tanácsok ma reggelre. Remélem már mindenki imádkozott, ki a maga módján. És akkor nézzük, van magánál egy rózsafüzér? Nem hordok magammal. Mert akkor most a sátánt kéne elűznünk, de bízzunk benne, hogy a VOSZ környékén nincsenek sátánok, és ott minden rendben van. Sztrájkok viszont lesznek. Mivel, hogy tegnap a parlamentben az egyik államtitkár ugye ezt hozta föl, de különben nagyon érdekes, akar erről valamit mondani? Mert a történelemben már láttunk ilyet több száz évvel ezelőtt. Mármint a tegnap a parlamentben elhangzott, arról az olyan alacsony színvonal és annyira minősíthetetlen, hogy ne vigyük le ennek a műsornak a színvonalát arra a színvonalra. Én Dafke emelni akartam, mert arra gondoltam, hogy például az izraeli parlamentben is vannak ultraortodoxok, akik szokásaikat ott betartják. Azt, hogy például rózsafüzért nem hordanak, ez csak azért van, mert zsidók, és a zsidók azt nem használják. De tartsuk tiszteletben mindenkinek, ki saját módján próbálja elűzni a sátánt, ha van ilyen. Mi akkor a gazdasági sátánokat próbáljuk elűzni, és próbáljuk megnézni, hogy mi újság önöknél a házatáján, hogy vannak a munkaszerződések, a megállapodások, a sztrájkok és az egyéb ilyen sátáni dolgok. Most a kiszolgó VOSZ körül nincsenek sátáni dolgok. Én úgy hallottam a szerkesztő asszonytól, hogy itt a sztrájkról fogunk beszélni, hogy a sztrájk meg a sátán azért nem szinonim fogalmak, tehát én azt gondolom, hogy próbáljunk meg a szakmai részeknél maradni. Tehát ön arra a sztrájkra gondol, amit a sztrájkbizottságok annak idején az évtizedek, évszázadok most is azok alatt szervezik egyébként. Tehát semmi sátánság nincs. Semmi sátánság nincs benne. Magyarországon a sztrájk törvény egy kétharmados sarkalatos törvény, ezt 89-ben fogadták el a parlamentben, azóta persze módosították. A lényeg, hogy ez egy olyan, én azt gondolom, egy olyan fegyver, amit óvatosan kell használni a munkavállalóknak, nagyon sokan azt gondolják, hogy a szakszervezetnek a jogosítványa, ez nem a szakszervezetek jogosítványa, ez a munkavállalók jogosítványa, de más dolog, hogy amit mi most látunk a két nagy kereskedelmi vállalkozásnál. Nevezzük nevén őket, a Tesco-nál és az Auchan-nál működik most sztrájkbizottság, sztrájkészültség van, egy bértárgyalással párhuzamosan. Hogy ott lehet ilyen markáns módon fellépni, és ott lehet, hogy a törvényes munkabeszüntetést, hangsúlyozom, törvényes munkabeszüntetést végrehajtani, ahol van szervező szakszervezet, ahol van alapszervezet. Mind a kettőnél van. Az Auchan-nel való sztrájk, az tulajdonképpen egy ilyen... Ott csak fenyegetettség van. A Tesco-nak egy folytatása, tehát ha ők látták, hogy a Tesco-nál van miről tárgyalni, akkor ők is úgy érezték, hogy... Miután ugyanaz a szakszervezet van be mind a kettőnél, gondolom, hogy összefügg. Mind a kettőnél az ellentmondás azért felmerül, hogy míg a Tesco-nál ebben az évben több mint 18%-os bérfejlesztés volt már, ami azért nem tűnik olyan rossznak az elmúlt csanyarú évekhez ahhoz kéne viszonyítani, hogy eleve mennyi a fizetés. Hát igen, de akkor előhozom azt a kérdést, hogyha Magyarországon azoknál a multinacionális kereskedelmi vállalkozásoknál vannak a
a sztrájkészültség, illetve a Tesco-nál már volt is sztrájk, ugyanakkor a hazai láncoknál és a hazai kiskereskedőknél 25-30%-kal kevesebbek a bérek, tehát hogy a logika úgy működne, hogy te kérdeni tetszett, akkor pont ezeknél nem kellene, ezeknél a legmagasabb a bérszínvonal. De mind a kettőnél egyébként jelentős bérfejlesztés is volt. Az Osannál az elmúlt két évben 12% bérfejlesztés. Tehát ön úgy gondolja, hogy ez tulajdonképpen egy jogtalan sztrájk? Nem. Azt gondolom, hogy jól meg kell mérni, jól meg kell gondolni, hogy milyen bérköveteléseim vannak, néznem kell nyilván a vállalkozásnak a teherviselő képességét, és hát a környezetet. Ebben az is benne van, hogy ezek a multinacionális nagy cégek olyan nagyvárosokban vannak, és nem csak a többi kereskedelmi vállalkozáshoz viszonyítják a bérüket, de ha belegondol Kecskeméten vagy Győrbe, amikor egy kereskedelmi dolgozó azt mondja, hogy kevés a bére, akkor ott van az Audi, és azt gondolja Győrbe vagy Kecskeméten, hogy ahhoz viszonyítja. De egy borsodi kis településen dolgozó, vegyesboltban dolgozó, 1500 fős faluban dolgozó, az nyilván nem ehhez viszonyítja. Én értem, hogy ön Mercedesbe gondolkozik, de akkor ugorjunk vissza egy Trabantba, és menjünk lassabban. A kereskedelmi dolgozó, egy nemzetközi cég kereskedelmi dolgozója, nem attól kap kiütéseket, hogy mondjuk az anyavállalatnál London, Róma, Párizsba a háromszorosát keresi ugyanazért a munkáért egy ember? Ezért egyébként ezt elég sok helyen hallottam, és azt kell mondom, hogy egy közgazdasági butaság, teljesen nyilvánvalóan, mert ez nem azt kell mérnünk, hogy az adott pénztáros szintjén Ausztriában vagy Magyarországon hány eurót... Hanem, hogy mennyit lehet azért ott vagy amott vásárolni. Nem, az, hogy a társadalom rétegei közül mennyien vannak ezen a béren. Tehát, mint az Ausztriában vagy Németországban van egy olyan tanult társadalmi réteg, akár jogi, közgazdasági, orvosi, műszaki, amelyek eleve elismert magas béren van, ezek a magasbérű emberek nagy tömegével ezekben a boltokban vásárolnak, itt nagy ár is képződik, ebből következően a pénztáros megfizetésére van pénz. A másik, ami még egyszerűbb megközelítés, és sokkal egyszerűbb lesz, szerintem megértetni, ez egy picit bonyolultnak is tűnhetett, nagyon egyszerű. Pedig megértettük. Akkor jó. Nem egyszerű. A 8,5 milliós Ausztria pontosan négyszer annyi GDP-t állít elő, mint Magyarország. Tehát a nemzetgazdasági szintű hatékonyság, termelékenység négyszer akkora, mint most a magyar. Ebből minden... következően egyenes következménye, hogy a munka jövedelmek is 3,5 milliós. Most már majdnem mindent értek, de hát a Tesco-nál a tárgyalások folytak, és úgy tűnt a kiszivárgatások szerint, hogy eredményeket érnek el. Akkor miért kell ahhoz sztrájk? Én megmondom szintén, de ez egy elfajzott munkaadói álláspont lesz, tehát ezt nem kell a kedves nézőknek elfogadni. Szerintem is korán vették elő ezt a fegyvert. A sztrájk ugye az utolsó lépés, amikor le akarom térdeltetni a munkáltatót. Tehát nem akkor, amikor már csak 3000 forint hiányzik. Amíg az asztalnál ülünk, addig van egy ilyen régi szakszervezeti, én nem vagyok szakszervezeti ember, de szakszervezeti kollégától hallottam, a tárgyalásnak nincs alternatívája. Most abban a pillanatban, hogyha ne teszem a fegyvert az asztalra, mert a sztrájk az egy fegyver, ugye az nyíltan, egyértelműen törvény alapján azt mondja, hogy gazdasági kárt akarok okozni a munkáltatómnak, hogy észrevegyen. Ilyenkor már a hangulat azért nem olyan jó. Tehát én szerintem is egy picit korán kezdték el a fiúk a nyomás. Persze ennek van média értéke, annak nincs értéke, hogy elkezdek beszélgetni, de bízunk mindannyian abban, hogy a fegyvert ezt most félreteszik, és egy mindkét fél számára méltányos megállapodás. Most nem csak bérről van szó, elnézést. Ezek a tárgyalások mindkét cégnél folynak. Elnézést, nem csak bérről van szó, hanem arról, hogy legyen több kollega, vegyenek fel embereket. Van honnan felvenni embereket? Jaj, de jön már felig, meg is válaszolta a kérdést. Hát ezen is olyan jókat tudok mosolyogni. Hát ha végigmegy az utcán és megnézi ezeket a multinacionális cégeket, ahol ezek a feszültségek vannak, hát ki vannak plakatírozva, hogy csemegés, pénztáros, pultos, nem mondom tovább, szükség van rájuk. De van egy nagyon nagy problémájuk, és ezt erre nem válaszol senki. Az egyik, hogy ezekből a munkakörökből úgy tudom, hogy 200-300 ember már elhagyta az országot. Ez a hiánynak az egyik okozója. A másik okozója az, hogy Magyarországon van egy tartaléksereg. 200-300 ezerre gondolt, nem? 300 ezerre, bocsánat, hogy gyorsan mondtam. De van egy másik oldal, ami legalább ilyen szomorú, az, hogy van 200 ezer álláskereső, van 200 ezer foglalkoztatott, közfoglalkoztatott, van 100 ezer, aki sehol nincs nyilvántartva. Tehát elméletileg mondhatná ön azt, hát itt van 500 ezer ember, akit be lehetne hozni a piacra. És akkor miért nem? Azért nem, mert foglalkoztathatatlan. Nincsenek olyan képessége, tudása, iskolája, amire rábízhatnék egy pénztárgépet vagy egy raktára. Tehát egy duplán fáj a dolog, a csapat jobbik fele elment.
Másik erre alkalmazhatatlan. Tehát ez azért nem értem a szakszervezeti követelés. Azok a szakmába helyezkedtek. Persze, hát világos volt. Azért nem értem a szakszervezeti követelés egyik helyen sem, hogy 15%-os létszám követelést kérnek mind a két helyen. Hát a munkáltató letér, de nagyon boldog lenne, ha találna 15%-ot, nem talál. De mondja, ugye más területen is munkaerőhiány van. Tényleg ilyen rossz a helyzet, hogy aki munkát keres, az alkalmatlan. Hát azokban a társadalmi rétegekben, azokban a szociológiai jobbehatárolatban, ott ilyen nagy a probléma. De nem lehet őket átképezni már azokat, akik közmunkán vannak, akik... Akkor meg pénztárgépkezelő. Nem pénztárgép, hanem egy raktárosnak. Nem csak pénztárgépkezelőt keresnek, árufeltöltőt is. Ági, aki egy üzleti térben van és találkozik a vevőkkel, a vevő kérdéseire válaszol. De árufeltöltő például. Ez is egy cizellátóbb ennél a dolog, amit tetszik kérdezni. Hát az nyilvánvaló dolog, hogy most rögtön szakképzett csemegés nem tudok leakasztani. De azt én is gondolom, hogy bizonyos réteget kiválasztom, mondjuk a 150 ezer, 200 ezer, van is ilyen kormányzati terv, hogy 50 ezeret leválasztani, akiből kinézzük azt, hogy valami egyszerű dolgot. Én is azt gondolom, hogy árufeltöltésre, takarításra, esetleges árukiadásra lenne nem bonyolultabb, de az kellene, hogy a közmunka, közfoglalkoztatás már tegnaptól úgy ne induljon el, hogy nincs képzés. Tehát abban a pillanatban, hogy azt mondtam valakinek, hogy kapsz egy közfoglalkoztatotti státuszt, ami ugye inkubátorfoglalkoztatás, ami költségvetési pénzből megy, amelyik nem értékteremtő, már mellé rögtön tanulsz valami olyat, ami akár az iparban, szolgáltatásban, kereskedelemben... Abban a pillanatban elkezd tanulni valamit, akkor már értékteremtő lesz. Akkor még nem, majd akkor, amikor az üzleti szféra áthozza, és valamiféle új értéket hozzáadott értéket. Segítenek önök ebben? Azért is érdekes, mert ugye elindult valami fajta képzés egy-két évvel ezelőtt a közfoglalkoztatásban, és hát... Rengeteget írtunk arról, hogy kudarc, teljes kudarc, hogy nem tanultak semmit. Hát ez először is egy hatalmas, az önök újságjá volt, ha jól emlékszem, igen, hatalmas része lemorzsolódott, és ami a nagyon, itt a mérőszám egyébként nagyon egyszerű. Tehát ez megint nagyon kézzelfogható. Hány közfoglalkoztatottból hány jön vissza az üzleti szférába? A korábbi számok azok azt mutatták, hogy 100 közfoglalkoztatottból országos átlagban 10-12 tud visszajönni, ez Borsod megyében 7-8. Ez a képzés, amit tetszett említeni, itt teljesen kormányzati szám, tehát nem én találtam ki, 9%. Tehát minden tizedik jön csak vissza. Ez nulla. Tehát ez nem eredmény, ez nem lehet ez. A másik probléma a korosztályos összetétele a dolognak, hogy addig, amíg azt mondanám, hogy ha valaki 55-60 éves, majdnem azt mondtam, hogy azzal nem kell foglalkozni, az közfoglalkoztatásról a nyugdíjig csak kibírja valaki. Rendkívüli módon fiatalodik a közfoglalkoztatottaknak az átlag életkora. Ebben az inkubátorban 30-40 évet tiszta ráfizetés foglalkoztatni, és a nyugdíjrendszerről még nem is beszélünk. És akkor önök tudnak segíteni abban, hogy jobb legyen a képzés, hát hiszen... Abba tudunk segíteni, hogy nem szállunk le erről a történetről, és minden három hónapban az orrukra varjuk, hogy ez egy borzasztó rossz irányba megy. Nem szokott politizálni, hisz nem ez a fő... Nincs benne az alapbérembe valóban. Nem ez a fő területe, de a véleményét azért meg szokta írni. Igen. Dübörög, elkezdődtek a választási kampányok. És a pártok mind a 400x a világon mindenről beszél, de erről nem beszél, és ez az egyik égető probléma. Hát megmondani, akkor ha ad 3 percet, akkor beszélnék erről. Hogy én rendkívül el vagyok keseredve fél évvel a választás előtt, és nem politizálunk, hogy az a központi téma tegnap ma az önök újságjában, akármerre nézve, hogy december 24-en... Már a Breuer Press. Akkor bocsánat, akkor volt munkahelyre, hogy a december 24-en munkaszüneti nap lesz-e, ez központi probléma ma az országban. A 13. havi nyugdíjat megint előrángatta valaki, a feltétel nélkül alapjövedelem már megint központi téma. Tehát ahelyett, hogy mondjuk az oktatás, képzés, szakképzés, közfoglalkoztatás, többet nem mondok, mert akkor beszélhetnénk az egészségügyről is, ez úgy látszik, senkit nem érdekel, bizonyára rájöttek arra, hogy hát annyira jól lehet azt mondani, hogy december 24-én ne kelljen dolgozni. Rosszabb azt mondani, hogy rossz a szakképzés. Hát igen, hát arról beszélünk, hogy bonyolult dolog. Ez egy nagyon bonyolult és vesztes dolog a szakképzés, hogy azt is látjuk, hogy egy nagyon rossz irányba megy
a dolog. Hogy én most csak azért válaszolok ki, mert politikai jellegű volt a kérés, én ezt egy szánalmas és a minket való lenézésnek tartom, hogy ilyen, azt kell mondom, hülyeségekkel és ügyekkel terhelik az emberek, és mindenki vevő rá. És mindenki ugrik rá, ahelyett, hogy komoly dolgokról. De a munkaadók azt akarták, hogy a szakképzés közel legyen hozzájuk. Most aztán nagyon közel van hozzájuk. Hát elméletileg igen, mert a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara kapta meg ennek a kizárólagos gesztorálási jogát. De hogy a klasszikus munkaadói szövetségek, tehát az érdekképviseletek, ugyanilyen szakszervezetek eltávolítottak minket ettől. Tehát ebben a kérdésben azt kell mondani, szomorúan, de messziről nézzük a történetet. Mondja, nem lehet, hogy ez a szakképzés a végén oda jut, hogy ők is közfoglalkoztatottak lesznek, mert hasznosíthatatlan a tudásuk. Hát de a kérdésben benne volt egy nagyon szomorú válasz, nagyon remélem, hogy nem így lesz, és észbe fognak kapni, hogy ez így nem megy, hogy abba gondolkodni, hogy gyakorlatilag, tehát az általános iskolai képzésnek a problematikája merül fel, hogy olyan gyermekanyagot kapnak a szakiskolák már, hogy gyakorlatilag ott ugye már nem tanítanak közismereti tárgyat, ettől is egyébként agyvérzést lehet kapni. Meg informatikát például. Nyelvet nem tanulnak, tehát én azt gondolom, ez sikerült generál. Ma már akkor nézzük meg, a holnapról beszélünk, a márnal és a holnapról. Milyen megoldásokat ajánl az ön szervezete, vagy ön személyesen, aki két lábbal a földön jár, ezeknek a nemzetközi cégeknek és maguknak a szakszervezeteknek? Most van ideje erőt fitoktatni, most kell sztrájkot hirdetni, amikor például a munkaerőhiány majdnem megoldhatatlan. Egy alapállás azért ki kell mondanunk, ez lehet, hogy az én számból furcsa lesz, egy szakszervezető mondaná, akkor egyértelmű lenne, de hozzátartozik az igazsághoz az, hogy aki ma Magyarországon fizikai állományban dolgozik, kereskedelemben, vendéglátásban, agráriumban, az nincs olyan, aki nem jogosan követeli azt, hogy magasabbat. Tehát ezt általánosan kimondhatjuk. A nettó bér Magyarországon alacsony színvonalú, reál értékben is alacsony értéket képvisel, ugyanakkor a bruttó bérköltség drága. Egy kis szám megint, nem olyan régen volt nemzetközi felmérés, OECD felmérés, ahol még mindig az adóék, tehát a nettó és a teljes bérköltség közötti különbség 48,6%, ez azért fontos, mert a negatív harmadik helyezetre elég. Tehát azt gondolom, hogy... Már hogy az Unióban mi vagyunk. Az OECD, hátulod, ez az OECD felmérése. Most én azt gondolom, hogy innentől kezdjük a dolgot, hogy alacsonyak a nettó keresetek. Az, hogy most kihasználva az, hogy választások előtt vagyunk, az kihasználva, hogy ezt multicégeknél csinálják, amit kezdtünk az elején. Hát milyen érdekes. Hát ott törtek ki a sztrájkok, vagy ott van sztrájveszély, a relatíve az ágazaton belül magasak a munkabérek. Nem ott, ahol alacsonyak. Ezeknél ráadásul mind a kettőnél, a Tesco-nál és az Osannál tiszták is a bérek. Tehát itt valóban bejelentett munkaviszonyban is azt kapja. Mégis itt vannak. Erre egy magyarázat biztos van. Ezeknél van szakszervezet. Ott, ahol nincs szakszervezet, ott nem tudnak sztrájkot szervezni. Kettő. A magyar láncoknál, ugye három magyar lánc van, azok ugye elaprózódva, több ezer van belőlük, sokkal nehezebb megszervezni, mondjuk 5000 elosztott boltba, kisboltba, vidéken. Akkor lehet, hogy igaz van az összesküvés elméletnek, hogy a multikat így próbálják esetleg. Nem mondanám, de milyen érdekes, nem tudom, hogy emlékszek-e szerkesztő, nem most volt, amikor a Tesco sztrájk volt, akkor olyan jókat mosolyogtam, mert először is a magyar kormány rögtön üzent, hogy ő a Tesco dolgozókkal szolidáris. Akkor én rögtön megálltam, és elgondolkodtam, hogy a magyar kormány itt nem munkáltató. Hát miért nem akkor szolidáris, amikor a pedagógus bérekről van szó, amikor ő a munkáltató. De hallotta rögtön, hogy az ellenzéki pártok is szolidárisak a Tesco munkavállalókkal. Hát voltak 8 évet kormányon. Én nem hallottam sose, hogy ők szolidárisak a Tesco munkavállalókkal. Tehát lehet látni, hogy erre a dologra, ez a baja is az ügynek, hogy ezt hagyni kéne az adott munkaadó és az adott munkavállaló problémáként, nem kéne rámászni jobbról, balról, előről, hátulról, hanem hagyni kéne, úgyis az az érdeke mindenkinek, önnek elsősorban fogyasztóként, hogy a Tesco zavartalanul működjön. Mondja, lehet ezzel valamit már kezdeni végre, hogy ilyen magasak legyenek a bérköltségek, hiszen a VOSZ, nem tudom, évtizedek óta ez ellen küzd. Ez megint nem lesz egy rövid válasz, de megpróbálom röviden mondani. Tehát mindaddig, és akkor meg egy ígéretre hivatkozom, 2010... Annyi időt adunk magának, amennyi idő kell ahhoz, hogy végérvényesen nem csak a nézők, hanem mi is megértsük. Nem mondom nagyon gyorsan, mert elég hadarosúlyú vagyok, mert sok mindent akarok elmondani. Tehát amikor 2015. decemberében, ha emlékeznek, Lázár miniszter úr és Csepregi államtitkár úr, a miniszterhelyettes úr azt mondta, hogy 130-150 ezer embert a közszférából le kell építeni. Ehhez képest 2016-ban 30 ezerrel nőtt az állam alkalmazásában levők
abszolút értéke, hogy megint ilyen arányszámot mondjak. Ezt a miniszterelnök hivatalt vezető miniszter részben el is ismerte, hogy nem teljesen hát sikerült. Nem tehettem meg, hát nem szokottam igazat mondani, hát persze, hát mindenki tudja, hogy emelkedett. Most ez megint az arányok a fontosak. Nagyon fontosak, és mutatnak valamit. Ez az arány, tehát Magyarországon az állam alkalmazásában az összes munkavállaló 18,8%-a van. Szlovákiában 13%, Lengyelországban 10%. Ez azt mutatja, hogy mi egy rendkívül lusta, nagy, túlterjeszkedett államot tartunk el. Ebből következően ezt az államot csak akkor tudom eltartani, ha az üzleti szféra vérét kiszívom. És itt a magyarázat a magas adó- és járulékszintre. Tehát az, hogy ezt a milliós nagyságrendű, és teljes egészében mondom, közszférában dolgozó, ebben mindenki tessék beleérteni, önkormányzat, magyar államvasutak, BKV, rendőr, postás, vasutas, hogy ezt a fantasztikus méretű nagy vízfejet, hát csak abból lehet eltartani, ha az üzleti szférából kiszívom a forrásokat, viszont ha kiszívtam a forrásokat, akkor sajnos munkabérre nincs elég fedezet. Ez ilyen egyszerű. És egyébként meg megoldódna, az a kérdés, hogyha azt tetszett mondani, hogy milyen krónikus a munkaerő hiány, ha lenne egy kidolgozott karrierhíd, amivel ezt a 150 ezer embert se állami segítséggel természetesen át lehetne hozni az üzleti szférába, akkor egyrészt ott lenne egy nagy költségcsökkenés, itt meg a produktív szférában rögtön megszűnne a munkaerő, és ugye képzelhetek. Azért nem mennének el eladónak. Hogy nem mennének el? Van egy ilyen közszférás, hogy én nem megyek majd oda fiz, dehogy nem. A munka nem szégyen. A munka nem szégyen, sőt nemesít, meg akinek... De igazán ennyi, egyébként van ilyen felfogás, hogy akinek gyerekei vannak, és ennie kell adni, az minden munkát el fog vállalni. De az a köztisztviselő, aki idáig mindenféle szociális juttatásokkal el volt látva, léghűtött irodába ült, kifestett körmökkel, körömcipőbe a legújabb divatnak megfelelően, kosztümbe, öt bugyival, emlegessük most föl. Nem, ez semmi privatizáció, ez a házszabály szerint. Igen, én is olvastam, izgi volt nagyon. Igen, itt bíróság, tehát egy bírósági ügyintéző, nem egy ügyvéd, nem egy bíró. Ön szerint el fog menni a Tesco-ba pénztárosnak? Nem feltétlenül arra gondoltam, hogy a Tesco-ba pénztárosnak, de egy bírósági ügyintéző, most mondjuk az önpéldájának, kiválóan el tudom képzelni, miután interpersonális kapcsolatokat létesített, tehát emberekkel tárgyalt, kiválóan dolgozhat a vevőszolgálaton, ha már ezt a példát mondtam. Na de az esetleg magasabb pénzért, és esetleg nem egész nap a körmöt lakkozgatva, hanem véletlenül munkát végezve. Igen, önnek igaza van, de az... Én felmérésem szerint a Tesco-nál és az Ocean-nál nem a vevőszolgálaton hiányoznak az emberek, hanem már mindenhol hiányoznak. Elnézést kérek, az árufeltöltőknél, a pénztárosoknál is folytatnak. De miért gondolná azt, hogyha egy hivatalt, ha valóban itt 100-150 ezer emberről van szó, amit ugye miniszter urak mondtak, hát a 150 ezer ember is, hogy mondjam, rétegelt képzettség szerint. Tehát itt is talán tehát fizikai állomány. Ügyvéd. Hát akkor nyugodtan el lehet fizikában ugye, dolgozni. Mit, akkor egy konkrét példa. Egy nagyon közeli ismerősöm most fejezte be a mestervizsgáját. Hát attól függ, milyen szakmából? Közgazdaság és PR területén. Hatan, nagyon sokat tanult, 58 éves, pályakezdő, friss diplomás. Na, de... Mondom, 58 esztendős, pályakezdő, friss diplomás, már a két nyelvvizsgát is sikerült neki abszolválnia. Következő lehetősége volt, amikor kezdte az egyetemet, akkor az egyik hálózatnál pénztáros volt. Most jelentkezett, nagyon meg voltak vele elégedve, azt mondták, semmi probléma, visszaveszik, vigye haza szépen az önéletrajzát, ezeket a fölösleges dolgokat húzza ki, és jöjjön vissza. És mi a kérdés? Tehát akkor minek tanultak az emberek? De a példa nem volt teljesen életszerű, mert ugye én úgy tudom, a diplomát, hogy 25 éves korig normális helyre meg szoktuk szerezni. De Magyarországon nagyon sok ember van ilyen... késő érik, előtte volt egy szakmája. 58 éves korban nem érik, hanem hervad. Önnél lehet, hogy így van. Az egyetemek tele vannak idősebb emberekkel, akik most jutottak el odáig, hogy megszerezzék a másoddiplomájukat, mestervizsgát. Most erre szoktuk, nekem édesapám, amikor mi harcba álltunk egymással, szegényen már sajnos nem tudok, akkor én is elkezdtem mindenféle ezt-azt, fiam, nem ismered azt a mondást? Egy szakmát, de azt jól. Nem kell itt 62 diploma, nem kell különböző továbbképzés, oktatás, egy ütő, ha diplomáról beszélünk, egy ütőképes diploma kell, az informatika és a nyelvismerete, az a fiatal Magyarországon sem veszik el, külföldön meg pláne nem veszik el. De ez egy extrém példa, amit
mondott. Hozzáteszem egyébként, az sem egy olyan nagy tragédia, ha időlegesen egy diplomás fiatalnak, például a pályakezdés időszakában fizikai munkát kell végezni, amíg senki nem halt bele. Jó, nem az, hogy nem halt bele, de akkor elvész a tudás, akkor... Hogy mondjam, én nem a tudás elvesztésétől félek ma Magyarországon, pont a közfoglalkoztatókról, hanem a tudás nem létéről. Bár már ott tartanánk, hogy jaj, elveszik a tudásom, most ott tartunk, hogy jaj, nincs meg a tudásom. Jó, ideig beszéltettünk a szolgáltatóiparról, termelőipar. Mi a helyzet a gyárakban? A termelő szférában is fölütötte a fejét a munkaerőhiány, talán azért nincs annyira a szemünk előtt, mert a kereskedelem ugye az a legnagyobb magyar foglalkoztató, ugye 530. Hát meg oda naponta bevegyünk, ki van pontosan 4 millió bevőérintkezés van. Tehát Magyarország lakosságban 4 millió minden nap látja, hogy nincs fölpult. Ennek ellenére konkrétan tudjuk, Nyugat-Magyarországon konkrét vállalkozói példákat is tudnék mondani, ahol már adott építkezésekre, elsősorban az építőipari szakmák, a speciális leágazó, épületgépész, ács, bádogos, már külföldről hozzá. És Kelet-Magyarországon? Kelet-Magyarországon megint más a jellegű, a probléma, a beruházások aránya alacsonyabb. Tehát Nyugat-Magyarországon minket már arra kérnek, hogy hozzuk össze ukrán vagy szerb kapcsolatokat, ahol 50-es évvel, százasával tudnak hozni szakmunkásokat. Ez is egy borzasztó ellentmondás, most jelzem, hogy rákérdeznének. Az adott vállalkozó, akinek megrendelése van, őt nem érdekli a nemzetgazdasági összefüggés, neki azonnal kell 50 kőműves. De mint az előbb elmondtam, hogy van 500 ezer tartaléksereg, hogy magyarázok itt meg hosszú távon, hogy idegenből hozunk be szakmunkásokat? Mondja, még mindig volt olyan fizetések, tetszettek volna olyan fizetéseket adni, hogy a vendég, hogy a dolgozók például Romániából, Spanyolországba, Olaszországba egész román munkatelepek vannak, és magyarok. De most beszéltük meg, hogy a magyar bérstruktúra akár a közszférában, akár a versenyszférában mennyire szoros a nettó és a bruttó bérköltségek között. Még mindig nem vagyunk mobilak, mert ugye, hogy Kelet-Magyarországról nem tudnak átmenni Nyugat-Magyarországra. Több dolog, az, hogy mindig egy-egyre rámegyünk. Hát ne felejtsünk el, amikor azt mondtuk, hogy Ausztria és Magyarország. Hát az a hozzáadott értékteremtő képesség az Magyarországon a negyede az osztráknak. Hát miért tetszettünk volna megfizetni? Hát nem olyan kvalifikált, nem olyan sok, nem konvertálható, nem olyan sokfele alkalmazható, igazából alapvető informatikai, majdnem azt mondom, hogy digitális analfabéta, hogy is vesztjük mi össze egy olyan szakmunkással, aki németül, angolul beszél, és egyébként számítógépet kezel? Ezt mindenki elfelejti, amikor a háromszor négyszeresd. Itt folytatjuk legközelebb, és értékekről beszéltünk, Magyarország értékeket teremtett a könnyű műfajban is. Ma is búcsúzunk egy magyar táncdalénekestől, aki nem csak táncdal énekelt, hanem szakmája is volt, és dolgozott is hosszú időn keresztül. Hol a töltőtól javító? Perceken belül telefonon fogjuk hívni Szenes Andreát, akinek az édesapja azokat a dalokat írta, amit ez az előadó művész Aracki László énekelt. Önt visszavárjuk. Köszönöm szépen. Előzetesek és már is a telefonbeszélgetés.